Üdvözlöm a Karcag Televízió minden kedves nézőjét. Mai vendégünk dr. Fazekas Sándor, földügyi kormányviszos, korábbi földművelésügyi miniszter. Üdvözlöm és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszöntöm a kedves televízió nézőket. Állami tulajdonba került a Karcagi Járásbíróság épülete. Mit lehet tudni a részletekről? Egy beruházás előkészítése zajlik. Karcagon a bírósági épület, az ügyészség is helyet foglal, a felújítása, bővítése a főtéren. Ez egy több éves előkészítő munka eredményeként megvalósuló projekt, és most egy fontos lépéshez értünk, hiszen az első dolog az, hogy lehetőleg egy tulajdonosi kézben legyen, egy tulajdoni lapon szerepeljen, ha úgy tetszik, az összes ingatlan, ahol a fejlesztés meg fog valósulni. Egy igazságügyi palotával lesz gazdagabb a város, hiszen a bíróság megújításával, illetve a mellette található csillagcsemege és Tobasz volt épületek, amik önkormányzati tulajdont képeznek, ezeknek a elbontását követően egy vadonatúj épületszány fog majd a főtér ékeként szolgálni, és így a polgárok igazságügyi bírósági peres dolgait megújult környezetben lehet majd végezni, arról nem is beszélve, hogy a bíróság és az ügyészség is a kor színvonalának megfelelő elhelyezési lehetőséghez fog jutni. Ez egy nagyon jelentős beruházás, én korábban is azt mondtam, hogy a rendőrség építése az volt a legnagyobb középület fejlesztés Karcagon 100 év óta, hát ez azt is fölül fogja múlni, és a Nagykunság térségközponti szerepét, Karcagnak a fejlődését méltóan fogja illusztrálni itt a karcagi főtéren. Tovább épül, szépül városunk, hiszen a piac tér is egy újabb fázisába érkezett az ott lévő munkálatok. Miért lesz fontos ez a karcagiak számára? Nem csak szavakban, hanem tettekben is elő kell segíteni azt, hogy a karcagiak kulturált körülmények között tudjanak magyar, jó minőségű, természetes élelmiszereket, helyi termékeket vásárolni. A piac az a beszerzési pont, ahol hozzájutunk ezekhez a magyar konyhához, a kulturális konyhához elengedhetetlen alapanyagokhoz, és ez a fejlesztés pedig komfortosabbá teszi majd a vásárlók részére, de az állósok részére is a karcagi piacot. Nagyon jelentős előrelépés szerintem, és illeszkedik a belvárosba történő olyan fejlesztések, amelyek minden karcaginak a szükségleteit segítik, amelyek minden karcagi számára komfortosabbá teszik a városi létet. A Sámán dob építése is újabb fázisába érkezett. Mi ez pontosan, hogy halad? Meg volt a közbeszerzés, most már látszik az, hogy mennyi a bekerülési költség, hiszen az árak azok az elmúlt években már elmentek. A tervezéskori állapothoz képest megemelkedtek, és most a szükséges költségvetési plusz igénynek a benyújtása, szervezése folyik. Én bízom abban, hogy ha ez rendelkezésre áll, akkor az építkezés majd el tud kezdődni hamarosan. Előbb beszéltünk a piac megújításáról. Ugye a kialakult járványügyi helyzet teljesen átírta a kereskedelmet, a fogyasztói társadalmat, és a helyi gazdaságoknak a szerepe is egyre inkább felértékelődni látszik. Mi erről a miniszter úrnak a véleménye? Minden rosszban van valami jó, a válság komoly csapást mért a magyar gazdaságra és a világgazdaságra is, tehát nem egy szigeten élünk, nem egy külön bolygó Magyarország, hanem mi is részesei vagyunk a világgazdasági folyamatoknak. De az látszik, hogy felértékelődött a helyben megtermelt élelmiszer, az, amit saját magunk tudunk megtermelni, az is. Sokat összeszedték szerintem azt a gyümölcsöt is ezen a nyáron, amivel korábban nem nagyon foglalkoztak. A kertekben többen fogtak kertészkedni, zöldséget termelni, állatot tartani, és a helyi termelők is új piaci lehetőséghez jutottak, hiszen a beszerzési források mégiscsak biztosabbak, hogyha itt helyben rendelkezésre állnak. A magyar termékek mellett is kibontakozott egy marketing kampány. Én mindenkinek ajánlom azt, hogy magyar élelmiszert vásároljon. Egyrészt ezek a mi ízlőgánkat testesítik meg, jó minőségűek, frissek, helyben hozzáférhetőek, és a vásárláson a magyar munkaerőt segítjük, a magyar vállalkozásokat segítjük. Az látszik, hogy jó néhány olyan ország, amely nem önellátó élelmiszerből, komoly gondokkal nézett szembe az elmúlt években, sőt olyan is volt, hogy bevásárlási hullámok
bontakoztak ki, utána pedig sok élelmiszert kidobtak. A magyar emberek azért be tudják osztani azt, ami szükséges, és látszik, hogy a válság legnehezebb időszakaiban is az ellátás az folyamatos, ebben pedig jelentős szerepe van a helyi termelőknek. Hogyan alakul az ország mezőgazdasági léte, akár ugye a koronavírus járvány árnyékában? Hát ez egy egészen különleges év a 2020-as, hiszen a koronavírus járvány miatt, a hatázárak miatt azért a termelés az akadozott, és a turizmusnak a visszaszorulása, elmaradása az jó néhány olyan terméknél, ami a magyar gazdák számára bevételt jelent, ezek döntően prémium termékek, pálinkák, minőségi szalámik, felvágottak, libamáj, kacsamáj, vízi szárnyas termékek, tehát szűkült a fogyasztás, mert ez döntően a szállodák és az éttermek értékesítették a külföldi turisták részére. Tehát ez egy komoly csapás. Egy másik volt a tavaszi aszály, ami egészen példanélkül, de utána a csapadék a szerencsére megérkezett. Emellett az afrikai sertéspest és a vaddisznó állományban gyakorlatilag az egész óvilágban, így fogalmazhatunk, válságba sodorta a sertés ágazatot, ez Kínától Németországig érvényes, ott is beütött ez a járvány, ez az árakat nagyon levitte, és akkor ehhez társul most egy újabb baromfi influenza, mint egy harmadik csapás, tehát járványokkal terhelt esztendő van mögöttünk, és én azért azt hiszem, hogy a magyar gazdák szakértelmének, a családi gazdaságok, vállalkozások odafigyelésének köszönhetően azért egy talán jónak minősíthető évvel lehet jellemezni 2020-at. Tehát ennek ellenére a termés átlagok jó néhány ár kedvező volt, jó néhány terménynek az ára, de azért a mérleget nyilván majd akkor lehet megvonni, amikor valamennyi statisztikai adat rendelkezésre áll. De nagy kihívás ilyen viszonyok között termelni, hiszen látjuk azt, hogy a mezőgazdaságban is csak úgy, mint a gazdaság egészében, a korlátozásoknak van hatása, és sajnos sok helyen ugye a dolgozók is elkapták a fertőzést, tehát ezek a kiesések azért visszavetik ilyenkor a munkát, de én bízom benne, hogy túllendülünk ezen, hiszen már a látóhatáron van a vakcina, a szigorú előírások betartásával úgy tűnik, hogy sikerült visszafogni a járványnak a terjedését, és ennek a gazdaságban is meglesznek majd a pozitív hatásai. Ahogyan említettem, miniszter úr, a küszöbön van a vakcina, Magyarország kormánya számos intézkedést hozott nagyon sok területen, és a karcagi városvezetés több olyan határozatot hozott, amit itt helyben az itt lakóknak be kell tölteni. Miért fontos ezek maradéktalan betartása, illetőleg ön hogy látja, mennyire fegyelmezettek az emberek ebben a helyzetben? Én a karcagi embereket, a kunokat mindig fegyelmezetnek tartottam. Tudjuk azt, hogy a szabályok azok nem önmagukért valók, hanem értünk, és azokat be kell tartani. És valamelyik este is kimentem olyan 4-9 körül az udvarra, és hallottam a hihetetlen csendet, és akaratlanul is eszembe jutott, hogy kijárási tilalom van, és tényleg betartják az emberek. Sehol nincsen hang, nem zúgnak a kocsik, nincsenek ezek a motoros gyorsulási próbálkozások sem, nem hallatszik a zsivaj, ami hát egyébként a városi létnek a része, és megszoktuk, és ez helyén való is, de most, amikor válság van, amikor járvány van, akkor ezeket a egyébként nem túl bonyolult szabályokat be kell tartani. Mert igazából 8-10 szabály van, és én, ami tényleg nagyon kemény, és én látom azt, hogy a karcagi önkormányzat és minden olyan intézkedés meghozott, ami ilyenkor szükséges. És az egészségügyben dolgozók, de a kormányhivatalnál, a népegészségügyben, a háziorvosi intézményben egyáltalán valamennyi fronton dolgozók a legmagasabb szinten teljesítenek, úgy, ahogy egyébként bajban kell, ahogy bajban össze tudunk fogni mi magyar emberek, és meg tudjuk ezt a járványt is fékezni, én bízom benne. Ez megvan a tudományos háttér, az egészségügy, a kormány oldalról, az egyetemek, klinikák részéről, és a megfelelő vakcinára pedig nyilván mindenki vár. Azt kell kiválasztani, ami a legjobb, ami a legkönnyebben hozzáférhető, és ezt a magyar hatóságnak kell megtenni. Megvan erre a magyar intézményrendszer, bármilyen külföldi gyógyszer ma is csak úgy jöhet be az országba, hogy azt a magyar megfelelő szervezet ellenőrzi, teszteli, kivizsgálja. Ez érvényes a koronavírus vakcinára is, és minden más gyógyszerre. Én bízom benne, hogy jövő év első negyedévére már normalizálódik a helyzet, és szépen visszatér majd a rendes kerékvágásba.
az Európai Unióval folytatott tárgyalásaink kapcsán az ellenzék képviselői annak adnak hangot, hogy Magyarországon a demokrácia megszűnőben van. Mi erről a véleménye, hogyan minősíti ezt, miniszter úr? Hát én nem tudom, hogy mennyire rövid az embereknek a memóriája, én szerintem azért mindenki emlékszik arra, hogy aki most a demokrácia deficitet legjobban hangsúlyozza, aki diktatúrát emleget, a Gyurcsány Ferenc, az ő idejében lovasolmot vezényeltek békés demonstrálók ellen, szemkilövetés volt, karlapozás, sérültek voltak. És hogy mennyire veszik komolyan az ellenzék a demokráciát, hát amikor ugye nem kormányon vannak, akkor látszik a viselkedésükön, hogy az ember a parlamentben egy hozzászólást se tud elmondani, úgyhogy ne kiabálnának közben jó néhányon. Vagy nem mutogatnának, toporzékolnak, dühöngenek. Hát én szerintem a demokráciához egymás véleményének a meghallgatása, a kulturált vita és egymás tisztelete is hozzátartozik, és ez kijár mindenkinek, teljesen független attól, hogy miniszterelnök valaki, vagy esetleg az életnek más területén, akár kétkezi fizikai munkásként kell helytállnia. Én ezt azért is tartom fontosnak kell mondani, mert Isten őriz, hogy ezek a szélsőséges, radikális, kiabáló és provokáló emberek valaha hatalomhoz jussanak. De a magyar nép egyébként bölcs döntést hozott a közelmúltban, és én azt hiszem, hogy a választások eredményét illene tiszteletben tartani. A Fidesz, amikor 2002-ben a választásokon vereséget szenvedett, tiszteletbe tartotta azt, hogy az MSZP nyert. Erre mindenki emlékezik. Illene az ellenzék részéről is tiszteletbe tartani a legutóbbi választások eredményét, nem olyan régen voltak ezek, amikor a Fidesz kétharmadot kapott. Van egy választási eredmény, az emberek döntöttek, demokratikus körülmények között, és ezt megkérdőjelezni szerintem az az antidemokratikus dolog. Miniszter úr, szerint a 2020-as év mennyire fogja átírni a következő 2021-eset külgazdaság, külpolitika szempontjából, gazdaság, kultúra szempontjából? Hát itt a gazdaság és társadalmi élet helyreállítása lesz szükséges. Ez jól látható, mert bizonyos rendszerei működnek, a társadalomnak mások teljesen csöndben vannak. Elég arra gondolni, hogy áll a turizmus, áll a művészeti élet, a sport. Ezek munkahelyeket is jelentenek, nem csak beruházásokat jelentenek, megélhetést is nagyon sok embernek. És ez a társadalom többi részének egy terhet jelent most, hiszen amely ágazatok nem termelnek, vegyük a turizmust, az a bevétel most nyilvánvaló, hogy hiányzik. És a turizmusban benne van az is, aki a futballmeccsre látogatna, vagy egy atlétikai rendezvényre, vagy egy úszóbajnokságra. A turizmusban benne van az is, aki múzeumokat akar megnézni, vagy a karcagi birka főzőversenyre, fesztiválra jönne. Tehát ezt a részét gyorsan helyre kell majd állítani a gazdaságnak, és ez sikerülhet is. Aztán vannak olyan, és a kultúra művészeti oldalát természetesen, de van egy gazdasági alap, amin ugye elszenyugszik. És aztán vannak olyan részek, amelyek az építőipar, a fémfeldolgozóipar, mezőgazdaság, amelyek kevésbé függenek a külső mozgásoktól és a járványoktól, ott pedig biztos, hogy magasabb termelési szintet tudunk majd megcélozni. Én optimista vagyok, hogy a jövőben a világgazdaság és azon belül a magyar gazdaság is egy növekedési pályára, egy gyors növekedési pályára tud állni. Miniszter úr, köszönöm az interjút. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, köszönjük a figyelmet. Ne feledjék, vigyázzunk egymásra és viseljünk maszkot. Viszontlátásra!